Van egy óceán dobunk például, ami az óceán hangját hivatott megjeleníteni nekünk. És hogyha fölemelem, akkor látszik is egyébként az alsó bőr, az átlátszó, hogy itt ilyen csapánygolyók mozognak benne. Lehet hullámozni is. Egész a cím, amíg képesek vagyunk rajta játszani. Ha valaki azt hallja, ütős hangszerek, a dobok különböző formációjára gondol általában. Ha a dobosokról van szó, akkor sokan a háttérzenészek népes táborába sorolják ezeket a muzsikusokat. Aztán, ha elmennek egy koncertre és ott dobszóló szól, a közönség általában heves ovációval veszi a produkciót. Aki a Pécsi Percussion projektet hallgatta, képet kaphatott az ütősök széles spektrumáról, a hangszerek és a stílusok tekintetében is. Egyik ismerős, amikor először hallott bennünket, akkor nagyon meglepődött, hiszen ő is ilyen konvencionálisan vette a dolgokat, hogy hát akkor nyilván dob, cintányér, nagyjából ennyi, de hogyha hátra tekintünk a éppen készülő színpadra, akkor lehet látni, hogy idiófon és membranofon hangszereket is hoztunk. Ezt azért mondom ilyen tudományosan, mert a membranofon hangszerek gyakorlatilag kvázi a dobok, amin membrán van, azaz bőr. Az idiófonok pedig, amik saját magukban rezegnek, ez lehet akár egy xilofon, vagy egy harangjáték, vagy triangulum, vagy akár a tapsoló kezünk is. Úgyhogy igen, vannak ilyen sztereotípiek, miszerint a dob, meg hogy a dobos ugye a zenész legjobb barátja. Mi erre próbálunk rácáfolni. A koncertturnénknak most már ez a negyedik állomás ebben az évben, tavaly is már volt egy 7 állomásos koncertturnénk. Eddig sikerült bebizonyítanunk, hogy a dob az nem hangszer, hanem gyakorlatilag ugyanolyan, sőt, még talán sokkal színesebb is, mint akár egy fúvós vagy egy vonós hangszer. A Percussion projekt úgy jött létre, hogy a Pécsi Egyetem egy különleges tehetségek tagozatát hozta létre, és ebből született a tanárok és diákok közös zenekara. A cél elsősorban a különleges zenei érzékkel bíró tanulóknak a fellépési lehetőségek biztosítása, illetve újabb tehetségek felkutatása. Gyakorlatilag az együttesünk egyik része, 2 tanítványom, a másik része pedig feleségem és jómagam, így alakul a kvártettünk. És igen, válaszolva a kérdésre a nagy kitérés után, igen, gyakorlatilag egyetlen egy fő dolgunk van nekünk, hogy gyakorlatilag megfertőzzük őket. Náluk kettőknél sikerült, úgyhogy levakarhatatlanok, gyakorlatilag rengeteg munka el mögöttük, rengeteget gyakorolnak, és hát remélem, hogy ők is meghódítják a világot. Nem úgy, ahogy én, hanem akár külföld, vagy akár bárhol nagyon sikeresek lehetnek. Nagyon vegyes felvágottal érkeztünk, ha jól emlékszem 9-10 vagy akár 11 darab is fel fog csendülni, és ez gyakorlatilag a klasszikus ütőhangszer muzsikától kezdve, hát igen, picit azért sót is csinálunk. Meg szoktuk nézni a kollégákat, akik mondjuk vonós négyessel járják az országot, vagy valamilyen fafúvós együttessel.
Mi elég színesek leszünk, például megszólaltatjuk azokat az eszközöket is, amikbe szállítjuk a hangszereink állványait, stb. Ezt a sztereotípiát szeretném rögtön egy picit kikerülni, tehát rávilágítani, tehát a dobosok és az ütőhangszeresek között azért óriási különbség van, nyilván a populáris a dobosok, de azért nyilván, hogyha ránézünk egy rockzenekarra, ott se csak dobok vannak, hanem ugye cintányérok is, de az ütőhangszer az azért elég más. Az előbb látott zenei betét egyik érdekessége egy különleges hangszer, mely arra is példa, mennyi mindennel lehet muzsikát varázsolni. Például ő egy mosódeszka, aminek ugye így nincs nagyon hangja, viszont ezt a gyűszű készletet szoktam ilyenkor segítségül hívni. Picit hosszadalmas lesz, de azért elmondom, hogy ugye régen ezzel mosták az asszonyok a patakban a ruházati termékeket, és ilyenkor ezt mi még fölturbóztuk egy picit, mert különböző ilyen effektzörej hangszereket próbáltunk rátenni erre a úgynevezett magyarul, nem magyarul vasbordra. Ugye fém a fémmel így egyben. Na ez például az egyik hangszer különlegesünk, amit nem biztos, hogy egyrészt ismernek, másrészt, hogy hallottak. Nyilván nem egy eltitkolt célunk az, hogy ha valaki kedvet kap, és akár ez egy olyan lendületet ad neki, mondjuk fiatal ütőspalántaként, hogy ezt az utat választja, akkor nyilván nagyon szívesen fogadjuk köreinkbe, illetve meg is hallgatjuk akár. Másfelől viszont igen, hát abból a sztereotípiából indultam ki, hogy mi lehet ütőhangszer, dob, cintányér, ennyi, mit fognak vajon tudni itt 50-60 percen keresztül egy koncerten csinálni, ez nyilván van, akinek még rejtély, illetve nyilván a végén szoktak páran rácsodálkozni, hogy hát ez nem csak erről szól.